Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Városnapja Tolnán, idén is színes programokkal készültek a szervezők. 50 évvel ezelőtt épült meg a fürdő, a jubileum alkalmából programkavalkáddal készültek Gunarason. Főzőverseny színpadi produkciók Légvár, falunapot tartottak Kurdon. Előrehozott gyereknap kétjen, nem minden nap élményben volt részük a kicsiknek. Ismét megünnepelték Tolnán a városnapját. A hagyományokhoz híven szombat délelőtt az ünnepi testületi ülésen átadták az idei kitüntető díjakat, délután pedig több tolnai csoport is színpadra lépett a Hősök terén. A szervezők kicsikre és nagyokra is gondoltak egyaránt, hiszen arcfestéssel és különböző gyerekjátékokkal készültek. A rendezvény természetesen este koncertek zárták. A hagyományoknak megfelelően idén is ünnepi testületi ülés keretében adták át az önkormányzat által odaítélt elismeréseket szombaton délelőtt. Tolna városért kitüntető díjat idén Marácziné Kovács Mária, pénzügyi szakember, a helyi egyesületek és alapítványok segítője, valamint Kovácsné Füri Margit, a tolnai Caritas csoport leköszönő vezetője vehette át. Nagyon-nagyon jó érzés, egy megkönnyebbülés. Azért, hogy amiért küzdöttem, annak lett eredménye. És tulajdonképpen az, hogy ezt a várostól kapom, Tolnától, ami végül is nekem nagyon-nagyon sokat jelentett minden, és a Caritas csoport felterjesztésére, akik olyan közösséget adnak nekem a mai napig is. Appelszofer Ágnes, a város polgármestere arról beszélt, a közösség számára fontos, hogy évről évre elismerjék azokat, akik az átlagosnál többet tesznek Tolnáért. Vannak olyanok, akik önzetlenül tesznek azokért, akiknek arra szükségük van. Mindamellett pedig hát nyilván nem csak ezeket az embereket díjaztuk, hanem pedagógusokat és sportszervezetvezetőt. Tehát én azt remélem, hogy még sok alkalmunk lesz velük is és másokkal is együtt ünnepelni a városnapját. A városnapi rendezvény délután szórakoztató programokkal folytatódott a Hősök terén. A városháza előtt felállított színpadon először a helyi csoportok mutatták meg magukat, ez alatt a gyerekeknek többek között arcfestéssel, szabadtéri játékokkal és vidámparkkal készültek a szervezők. Nézni a koncertet, játszani, venni valamit. A program minden évben nagy népszerűségnek örvend a településen. A városnapját mindig megünnepeljük, nem hagyjuk ki. Nagyon szeretünk itt lenni, mert itt látjuk a civil szervezeteket fellépni, akiknek szinte, úgy mondjam, ez az egy fellépési lehetőségük van egész évben, és azért készülnek rá, meg szeretik csinálni, és nagyon örülünk, hogy itt vannak, és szívesen látjuk őket, hogy milyen ügyesek és hogy fejlődnek. A rendezvénynek minden évben fontos szerepe van, mondja az alpolgármester, hiszen ilyenkor májusban Tolna várossá nyilvánítását ünneplik meg. Azt mondhatjuk ugye, hogy 18. században a betelepültek, a visszatelepültek rohamosan újjáépítették a települést, és egy dinamikusan fejlődő város alakult ki. Hát ugye Tolnán, illetve Mözsön, hiszen korábban két településről beszélünk, Tolnáról és Mözsre, és ugye egyesülésükkel egy 11-11.500 fős város alakult ki. Kora este a 2000-es évek slágergyárosai, a Unique adott nagy sikerű koncertet a Hősök terén. Előttük a helyi kötődési partvis és az Alice Cabrez Band is fellépett, a program sorozatot pedig a Dunarock Akusztik zárta. Nem csak a helyiek, a városból elszármazottak is jól szórakoztak a hétvégén Tolnán. A településen ugyanis ők is találkozót tartottak. Ennek már több mint 20 éves hagyománya van, az elmúlt esztendőkben azonban nem volt lehetőség a programot megtartani. Ezért is örültek most különösen a résztvevők egymásnak, akik egyébként kisvonatos városnézésen és közös ebéden is részt vettek. Volt egy csoport, a Rubol Dönci bácsi által vezette csoport, aki összefogta a Tolnáról elszármazottakat, ő sajnos eltávozott az élők sorából,
és akkor felmerült bennem, hogy ezt a hagyományt nem szabad megszakítani, és felvetettem képviselőtársaimnak akkor, hogy mit szólnának hozzá, hogyha ezt folytatnánk, és lenne Tolna városában elszármazottak találkozója. Hála Isten, támogatást kaptam erre, és azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de megtartjuk az elszármazottak találkozóját. Ittosan esett el az elektromos motorjával, majd súlyos sérüléseket szenvedett egy férfi Domboriban vasárnap. Egy buszsofőrje pedig Felsőnálán okozott balesetet. Egy kanyarból próbált kijönni, amikor az útszélén szabálytalanul parkoló kocsinak ütközött. A koccanás során senki nem sérült meg. A rendőrség munkatársai fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. 50 évvel ezelőtt épült meg Gunnarason a fürdő. A jubileum alkalmából programok várták a látogatókat hétvégén. Többek között gunarasi kvízjáték fotókiállítás a településről készült archív felvételekből, beszélgetés a fürdőt tervező építészmérnökkel, táncshow a színpadon, retromotorok és autók bemutatója, valamint koncertek sorával készültek a szervezők. Óriási eredmény volt 50 évvel ezelőtt Gunnarason a fürdő létrehozása, ugyanis helyi erőből, helyi pénzből, városi összefogással épült meg az azóta méltán népszerű létesítmény. A Kukoricaföldön a várostól 3 kilométerre létrejött az üdülővezet, mondta Müller Ádám, a Dombóvári Művelődési Ház igazgatója. Tényleg óriási társadalmi összefogással, hiszen az emberek téglalegyeket vásároltak, napi fizetéseiket ajánlották fel, és társadalmi munkába jöttek, konkrétan ásták az árkokat, építették az épületeket. Hát nagyon nagy kötődése van a városnak ehhez. És úgy gondoltuk, hogy ha már 50 éve, akkor ezt ünnepeljük meg. Tavaly évben került megrendezésre a Rokmajál is első alkalommal, éppen erre az időszakra esik, úgyhogy azt is most idehozta a város, mint helyszín, nem messze a Kápolnától. Itt voltak koncertek, ma pedig szintén amatőr zenekarok játszanak, mint ahogy tegnap, és a P-Mobil fogja zárni a programot. A programokat Gunnarason a főtérre szervezte a Dombóvári Művelődési Ház és a Kulturális Szolgáltató Központ, tette hozzá Müller Ádám. Az ünnepség sorozat hetekkel ezelőtt már elkezdődött. Dombóváron 2023-ban több fél évszázados jubileumot ülnek, mondta Pintér Szilárd polgármester. Dombóvár az idén az 50-es szám bűvöletében él, azon túlmenően, hogy 50 éve Zsugnaras, 50 éve került a Szigeterdébe felállításra a Kossuth Szoborcsoport, 50 éve indult el és kezdődött meg Dombán az úszósport, és az idén ők is ünneplik az 50. születésnapjukat. És mint a színpadon is megnyitom be, elmondtam, ebből a 350-esből könnyen kijött egy 150-es szám, hiszen a Dombavár-Bátaszék vasútvonal az idén 150 éves. Tehát, hogyha összeadjuk a számokat, egy 300 éves időutazást tudunk tenni egy év alatt, ami azt gondolom, hogy büszkeséget tölteti el a Dombavárni és a környéken élőket, hiszen van múltunk, amire büszkék lehetünk, és van olyan múltunk, amiből építkezni is tudunk. A jubileum alkalmából színvonalas program várta a látogatókat. Többek között gunarasi kvízjáték, fotókiállítás a településről készült archív felvételekből, beszélgetés a fürdőt tervező építészmérnökkel, rockszínház és táncshow a színpadon, retro motorok és autók bemutatója, kézműves foglalkozás, népi játszóház, valamint koncertek sora várta a szórakozni vágyókat. Több helyszínen párhuzamosan zajlottak a programok. Bankbiztonsági szakemberként vagy banki alkalmazottként bemutatkozó bűnözők online vásárláshoz szükséges adatok megszerzésével próbálkozhatnak, közölte a legnagyobb hazai pénzintézet. A cég tapasztalatai szerint az utóbbi időben egyre többször fordul elő, hogy az ügyfeleket hamis honlapokra irányítják, online eszközeikre távoli elérés biztosító programokat telepítenek. Leggyakrabban jogosulatlan tranzakciókra, feltörési kísérletekre hivatkozva kérnek tőlük érzékeny adatokat, és minél gyorsabban, hogy ne legyen idejük utána nézni a kérésnek. Általában telefonon jelentkeznek a bűnözők, akár több órán keresztül szóval tartják az áldozataikat. Az árstoppok bevezetése óta folyamatosak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések. Ezek keretében már több mint 1 milliárd forint bírságot szabtak ki a hatóságok. Ez a szám azt üzeni a boltoknak, hogy nem érdemes trükközni, hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az intézkedések elindítása óta két kiemelt ellenőrzést tartottak a fogyasztóvédők. Az elsőnél 468 vizsgálatot folytattak le, a kiszabott bírság összege lassan eléri a 350 millió forintot, ami még nem jelenti a végleges számot, mert további 70 eljárás van folyamatban.
Az ástopok második kiemelt vizsgálatára május 8-a és 14-e között került sor. Ennek során 519 ellenőrzést végeztek, és már most megállapítható, hogy 110 esetben fordult elő jogsértés, ebből 61 olyan üzlet volt, amely az első után a második razziában is fennakadt a rostán. Többek között helyi iskolások, óvodások, hagyományőrző néptáncsoport adott szórakoztató műsort a kurdi falunapon, de más programokkal is készültek a szervezők. A kurdiak apraja nagyja jelen volt a falunapi ünnepségen. Többek között iskolások, óvodások, táncosok adták a műsort a helybeli művelődési ház udvarán. Az elmaradhatatlan főzőverseny is elkezdődött már korán reggel. Wilhelm Zoltán, önkéntes tűzoltó parancsnok, 5. éve vesz részt barátaival főzőversenyekben, tavaly harmadikak lettek. Szerinte a pörköltet hagyományos módon kell készíteni. Semmi más nincs benne, csak sertéscont, füstölcsülök, magyar fűszerek, hagyma, paprika, paradicsom, fokhagyma, rengeteg fokhagyma, ez adja meg az ízét, és az autentikus magyar fűszerek, a paprika, törött bors, ami ugye nem magyar, de szerves része a magyar gasztronómiának, és tulajdonképpen ennyi. Ez a titka az egésznek. Lassú tűzön megfőzve, és szerintem szuper finom. Közel a 20. falunapot ünneplik a Tolnavár megyei kurdon. A polgármester Müller Nándor szerint nagyon fontos, hogy a falu lakói egy évben egyszer összejöjjenek, és önfeledten szórakozhassanak, kikapcsolódjanak. Az idei falunapunk esetében legfőképpen a nehézségekről tudnék beszélni, mégpedig anyagi nehézségekkel küzdöttünk, de egy pillanatig nem volt számunkra kérdéses az, hogy megtartjuk a falunapot. Úgy a képviselőtestület, mint a hivatal dolgozói egyértelműen azt mondták, hogy nyilván egy picikét más az idei falunap, nincs annyi neves fellépő, mint az elmúlt években, de lehet, hogy nincs is erre szükség. Lehet, hogy számunkra sokkal fontosabbak a saját óvodásaink, a saját kis tűzoltóink, a saját iskolások és a Kaposmente Néptánc Együttes. Nem beszélve a Hangzavar Együttesről, akik szintén fellépnek az idei falunapunkon. A gyereknapot is most tartották, légvárat és egyéb gyerekeknek való játékot, programot hoztak az ifjabb korosztálynak kurdon a falunapi ünnepségre. A koronavírus járvány összesen mintegy 336 millió évvel rövidítette meg az emberi életeket a világon, az Egészségügyi Világszervezet most kiadó statisztikai évkönyve szerint. A számítás azt mondja, a koronavírus csupán 2020-ban és 2022-ben regisztrált 14,9 millió halálos áldozata átlagosan még további 22 évet élhetett volna. Ez összesen közel 337 millió évnek felelne meg. A WHO megállapítja azt is, hogy a világjárvány akadályozta a más fertőző betegségek elleni globális küzdelmet, mivel kapacitásokat foglalt le az oltási folyamat és az egészségügyi szolgáltatás rendszerében. A COVID-19 kezelésére összpontosító nemzetközi kampány következtében a kanyaró, a tetanusz és más betegségek elleni védőoltások száma csökkent, míg a malária, a tuberkulózis esetében a szám növekedést mutatott. Derül ki a WHO-nak a világjárvány súlyos hatásait elemző statisztikai összesítéséből. Előrehozott gyereknapot tartottak a Kéki óvodában. Tűzoltó és rendőrségi bemutatóval, valamint színházi előadással lepték meg a kicsiket. Szervusztok! Az apróságok nagy örömére meglepetés gyereknapot rendeztek a pedagógusok az önkormányzat segítségével Kétyen. Próbáltunk mindenféle programmal készülni a gyerekeknek, de sajnos az időjárás nem annyira kedvez ma nekünk. Egy 20-30 palacsint a zsebetre. Legalább egy törmi. Hogy jöttök ti, ami nincs a zsebetre? A Szegedi Mandula Színház színészeinek előadását láthatták a gyerekek, valamint sok más mellett a tűzoltóság, rendőrség is tartott bemutatót. Finomságokkal is készülünk a gyerekeknek. Lesz még csillámtetoválás, egész napi játszás, szabadidő. A rossz idő ellenére is sikerült nagy örömet okozni a gyerekeknek. Regionális híreinkkel megyünk tovább. A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold napja Bikalon tartottak megemlékezést. Autóvásárlásból rongálás lett, nem volt megfelelő a jármű, kalapáccsal verte szét a férfi. Növénykiállítás, rengeteg érdekességgel találkozhatnak a résztvevők.
Nemrégen volt a Nemzetközi Vörös Kereszt és a Vörös Félhold napja. Erről az alkalomról a karitatív szervezet minden évben megemlékezik. Idén Bikalon tartották a rendezvényt, ahol az ünnepi műsoron túl elismeréseket is átadtak. Idén 142 éve kezdte meg szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. Az utóbbi években, illetve évben is nagy kihívásokkal álltunk szemben, amelyben komoly segítséget nyújtott a Magyar Vörös Kereszt, mondta elismerően Őri László, Baranya vármegye elnöke. Gondoljunk csak a természeti csapásra, a horvátországi földrengésre, vagy éppen a migrációs hullámmal szembeni védekezésre, illetve az elmúlt évben arra sajnálatos eseményre, hogy kitört a szomszédunkban az orosz-ukrán konfliktus. Ezeknek a konfliktusok a kezelésében, az embereknek a segítésében a Vörös Kereszt, önkéntesei mindig is ott voltak, ott vannak mai napig is. Fontosnak tartom, hogy nekik köszönetet mondjunk a helytállásért, és köszönetet mondjunk azért is, hogy az önkéntességből jó példát mutatnak a magyar társadalom számára. Egy ilyen ünnepség mindig alkalmat ad arra, hogy megköszönjék támogatóik és az önkéntesek egész éves áldozatos munkáját, akikkel közösen hajtják végre a feladataikat. Az elmúlt évben is nagy kihívás volt a határ mentén teljesíteni szolgálatot, mondta a dr. Fodor Antalné, a Magyar Vörös Kereszt elnöke. A Magyar Vörös Keresztnek 14 ezer önkéntese van, azonban ez az ukrán helyzet egy váratlan eseményt jelentett számunkra is, és az önkénteseink számát is szerettük volna emelni. Nagyon sokan jelentkeztek az ország minden részéről, ez nagy könnyebbséget jelentett a feladatok ellátásánál, hiszen a Vörös Keresztnek a napi és megszokott vöröskeresztes munkáját is el kellett látni amellett, hogy a menekülteknek támaszt és segítséget nyújtson. Az önkéntesek toborzása főleg az elmúlt három évben nagyon fontos tevékenység volt. A fiatalok megszólítására különös figyelmet fordítottak, mondta Kardos István főigazgató. Főleg amiatt, hogy a Covid-hoz kötődően az egy lényeges változás volt, hogy nálunk nagyon sok aktív idős önkéntes van, viszont a Covid alatt az ő foglalkoztatásuk, bevonásuk a feladatokban nagy kockázattal járt, ezért a fiatalok megszólítása ez egy nagyon fontos feladat volt, és ez egy megújulást is jelentett ilyen szempontból az önkénteseknél, illetve az önkéntes toborzásnak a módszertanában, de azt gondolom, hogy ezek a nehézségek mind-mind olyanok, amelyek, hogyha megtaláljuk a jó módszertant, akkor és jó motivációt tudunk biztosítani azoknak, akik szeretnének segíteni, akkor ez igenis jelentheti azt, hogy több önkéntessel dolgozunk. Az egész ország területéről 19 megyéből érkeztek a Vörös Kereszt munkatársai, önkéntesek, támogatók. Elismeréseket, kitüntetéseket vehettek át a Nemzetközi Vörös Kereszt és a Vörös Félhold napja alkalmából. A bikali ünnepségen 100 kitüntetést adtak át. A megemlékezést a Baranya vármegyei Vörös Kereszt szervezte. Egy férfi autót szeretett volna vásárolni Pécsen, foglalóként 700 eurót ki is fizetett, majd miután megtudta, hogy a jármű műszaki állapota nem megfelelő, szétverte azt egy kalapáccsal. A férfi ugyan kihívta a rendőrséget és tettét be is vallotta, az okozott 900 000 forintos kárt viszont nem akarta visszafizetni, ezért most vádat emelt ellene a pécsi járási ügyészség. A pécsi járási ügyészség rongálás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki miután nem volt megelégedve az általa vásárolni kívánt autóval, azt kalapáccsal szétverte. A sértett 2023. januárjában interneten hirdette meg eladó gépkocsiját. A hirdetésre jelentkezett a vádlott is, aki Pécset megtekintette az autót, azt kipróbálta. A felek megállapodtak 2 millió 700 ezer forintos vételárban. 700 euró foglalót is átadott az eladónak, majd ezt követően megállapodtak abban, hogy néhány nappal később ismételten Pécsre jön, hozzam a maradék vételárat, illetőleg a gépkocsit egy szakszervizben is megvizsgáltatják. Ennek megfelelően le is érkezett néhány nappal később Pécsre, elvitték az autót egy szakszervizbe, azonban itt azt a tájékoztatást kapta a vevő, hogy a gépkocsi műszaki állapota nem megfelelő. A vádlott emiatt a gépjárművet már nem akarta megvenni, hanem visszakövetelte az általa átadott foglalót. A sértett azonban ezt megtagadta, nem adta vissza a 700 euró összegű pénzt. Ekkor közöttük egy szóváltás alakult ki, majd ezt követően a vádlott a gépkocsival, amivel Pécsre érkezett, elővette egy kalapácsot, és tulajdonképpen szétverte az autót, amelyben mintegy 900 ezer forintos kárt okozott. Ezt követően szólt a szakszervizbe, hogy hívják ki a rendőrséget, és ő megvárta, és tulajdonképpen a bűncselekmény elkövetését beismerte. Az elkövető cselekménye a rongálás büntettének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Idén is megszervezi a már hagyományos kiállítását a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertje. A bemutató során különböző növénykülönlegességek és a botanikus kert üvegházai is látogathatóak lesznek. Nemrég ünnepelte 75 éves jubileumát a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertje. A hatalmas növénygyűjtemény rengeteg, köztük különleges növények otthonát is biztosítja az év minden napján. Több 6,75 hektáron terül el maga az egész gyűjtemény, amiben vannak kültér, illetve üvegházi gyűjteményeink is. Körülbelül egy ilyen 6-8 ezer között van az a taxon szám, amivel mi most itt foglalkozunk, illetve ápoljuk őket. Az általában a fagyos szenteket követő rendezvény során a látogatók rengeteg ritka és különleges növényfajjal találkozhatnak, illetve a kert területét és az üvegházakat is bejárhatják. Környékbeli faiskolák, kertészetek azok, akik a legnagyobb arányban képviseltetik magukat. Ezen kívül most büszkék vagyunk nagyon arra, hogy számos korábban részvevő, azonban az utóbbi években sajnos ide eljönni nem tudó kiállítót és árust is meg tudtunk újba hívni, valamint egy 20%-kal tudtuk növelni az új részvevőknek a számát, illetve az arányát. Hát talán ami a legfontosabb az, hogy most szobanövényes, illetve nem tálon növényes fronton tudtunk erősíteni a korábbi évekhez képest. Az esemény ideje alatt a kert szakemberei készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére, valamint szívesen adnak növénygondozással kapcsolatos tanácsokat is. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Városnapja Tolnán idén is színes programokkal készültek a szervezők. 50 évvel ezelőtt épült meg a fürdő, a jubileum alkalmából programkavalkáddal készültek Gunarason. Főzőverseny színpadi produkciók Légvár falunapot tartottak Kurdon. Előrehozott gyereknap kétjen nem minden nap élményben volt részük a kicsiknek. Kedden még folytatódik a megelőző napokhoz hasonló koranyárias, zömében napos időjárás. Délután viszont gomoly felhősödés kezdődik. Estére pedig zivatarok is kialakulhatnak, amik akár 30 mm csapadékot is hozhatnak. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!